Két magyar falu programos pályázat segítségével újulhatott meg a Kemenes Hőgyészi Radókastély. A közelmúltban lezárult fejlesztések átadóját tartották múlt pénteken. A rendezvényen Kovács Tamás polgármester felidézte a 18. században emelt épület történetét és a beruházások részleteit. Tudtuk nagyon jól, hogy a felújítása az nem történhet meg egy nagy ütemben, egy lépcsőben, ezért inkább kisebb pályázatokkal igyekeztünk nekiállni, és így szeretnénk folytatni a jövőben is. Kétszer nyertünk a kastélyépületnek a felújítására is, ami, mint mondottam, gyakorlatilag egy kulturális, sport és szabadidő központ. Ez az egyetlen olyan közösségi tér, ahol nagyobb létszámmal tudunk jönni, hiszen a településnek más intézmények, kultúrháza, művelődési háza nincsen. A két projekt keretében közel 54 millió forintot fordíthattak az épület megújítására. A felújítás első ütemében kicserélték a kivitelezők az összes nyílászárót. Egyébként fa nyílászárók bármennyire úgy látszanak, mint a műanyag volna. Tehát eredeti mintázattal fa nyílászárók kerültek beépítésre. Egy teljesen új WC és mosdó helyiséget alakítottunk ki, bővítettünk. Ezen kívül még egy rendezvénytermet, az előteret újítottuk fel, meg vannak olyan munkálatok is, amik kívül nem látszanak, mint a villamossági munkálatok egyebek. Szinte nekem is meglepő volt, amikor második körbe is nyertünk az épületnek a felújítására, és talán a leglátványosabb munka ez volt, az épület külső homlokzatának a rendbetétele, a régi ledőlt vakoratok kijavítása, az épület újraszínezése, bádogozási munkák elvégzése, párkányozások, és ami nem látszik, mert részben a föld alatt húzódnak azok a vezetékek, a mai szabványnak megfelelő villámvédelmi rendszer került kiépítésre. Kovács Tamás hangsúlyozta, az elmúlt 5 évben a Magyar Falu programban 14 pályázatuk nyert, ezekkel összesen 155 millió forint forráshoz jutott a település. Ebből a kastély megújítása mellett fejlesztették az óvodát, a hivatal épületét, orvosi és kommunális eszközöket vásároltak, és utakat újítottak meg. Dr. Kovács Zoltán gratulálta a fejlesztéshez, és a Magyar Falu program jelentőségét emelte ki köszöntőjében. A polgármester úr beszédjében több minden következik. Az egyik, ami talán a legfontosabb, hogy nagyon jó a Magyar Falu program. A Magyar Falu programmal kapcsolatosan még rosszat nem hallottunk, bármerre járok Magyarországon, tekintettel arra, hogy furcsa is lenne, hiszen a polgármesterekkel együtt írtuk ezt a programot 2018-ban, amikor ez eldöntetett, tekintettel arra, hogy ők tudták, hogy egy-egy kis településnek, ahol nincs elég tehetőség, nincs elég bevétel, iparüzési adó, mint ahogy hallottuk, nincs egyéb lehetőség, mint hogy a helyi pénzeket amennyire tudják, megfogják, de annyi erő nincs egy-egy kis településbe, hogy mondjuk egy-egy ilyen emblematikus épületnek a felújításába belevágjon. A Magyar Falu programban közel 2800 település érintett, valamennyi büszkélkedhet legalább egy sikeres projekttel. A Kemenes Hőgyészi Radókastély megújulása két okból is kiemelt fontosságú, hangsúlyozta a képviselő. Ez az épület azért volt sikeres, mert mint ahogy hallottuk, nincs külön művelődési háza a falunak, kulturális rendezvényekre, a közösségi rendezvényekre, tehát ezért fontos a Magyar Faluban a közösségi terek felújítása. A másik dolog, ami a polgármester úr beszédéből következik, hogy jó a Magyar Falu program, de azt is mondhatom, hogy jó a képviselőtestület, és jó a polgármester, mert ő is sikeresen pályázott, mint hallottuk, 14-et. A harmadik dolog, ami ebből következik, hogy gyakorlatilag egy nem műemlék, de mégis műemlékszerű épületet mentettünk meg az utókornak. És ez azért fontos, mert a történeti emlékeinket meg kell, hogy őrizzük, vigyáznunk kell rá,
A falu történetéhez, a helyi közösség létéhez ez a kastély szervesen illeszkedik és hozzátartozik. És ezt ilyen módon a Magyar Falu program keretében meg tudjuk menteni, a kettő együtt egy komoly eredménynek számít a helyi falu közösség életében. A kemenesőgyészi fejlesztések legszebb égköve a megújított radókastély. Ezt már Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos mondta az ünnepségem. Úgy ismerjük a falusi embert, amióta világ a világ, hogy a falusi ember szorgalmas ember. És minden szorgalmas cselekedete valamilyen alkotás, valaminek az alkotásába, valaminek a megteremtésébe, teremtésére irányul. Teljesen mindegy, hogy milyen hasznos cselekvést hajt végre a falu embere, mindegy, hogy kimegy a földekre, vagy nem tudom, karámot állít a jószágnak, vagy fölmászik a tetőre megjavítani a tetőt, vagy templomot épít éppenséggel, vagy éppenséggel fejfát farag az ősei előtt tisztelegve. Minden hasznos cselekedete, a falusi ember minden hasznos cselekedete az alkotásnak a tanúbizonysága, valaminek a megalkotása. És azt is biztosan állíthatjuk, hogy a politikus, pontosabban a jó politikus lételeme is az alkotásra való készség, az alkotásra való hajlandóság. Hát akkor mit mondhatnánk a falusi politikusokról? Egy jó falusi polgármesterről. Mindaz, amiről ma polgármester úr beszámolt, csak a Magyar Falu program keretében mi mindent tudott alkotni, ő a képviselőtestület, a hivatal munkatársai és a jószándékú kemenesőgyészi emberek segítségével, az már arról tanúskodik, hogy a jó falusi politikus, jó polgármesternek aztán igazán lételeme az alkotás. És ebbe az alkotó kedvbe érkezett nagyon jó ütemérzékkel a Magyar Falu program, és tudott segíteni számos olyan kemenesőgyészi tervnek a megvalósításában, aminek szerintem eddig, ebből a listából legalábbis úgy tűnik, hogy eddig a legszebb égköve az mégiscsak ennek a kastélynek a felújítása. A radókastély megújítása településképi szempontból is kiemelkedő fontosságú, és a közösségi élet számára is meghatározó jelentőségű, hangsúlyozta az ünnepségen Gyopáros Alpár.